Jó estét kívánok, Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. Megkezdték a középkori városfal felújítását Kisszebenben. Vajdaságban az online oktatás mércéje a próba kísérettségi eredménye lesz. Bárki csatlakozhat az Erdély Magyar Nemzeti Tanács akciójához. Híreink bővebben. Megkezdték a középkori város fal és bástyák felújítását Kisszebenben. A rekonstrukció 2,7 millió euró összköltségű, határon átnyúló szlovák-lengyel-európai uniós projektből valósul meg. Megkezdték a középkori városfal és bástyák felújítását Kisszebenben. A város vezetése többször kezdeményezte a városfal felújítását, most a 2,7 millió euró összköltségű, határon átnyúló szlovák-lengyel-európai uniós projektből valósul meg a rekonstrukció. Az együttműködés keretében Lengyelországban Musina várát restaurálják. Ezekben a napokban kezdtük meg a felújítást ezen a szakaszon. Célunk, hogy az eredeti középkori állagára restauráljuk a falakat. A középkori városfal déli részét mutatja Juraj Vrábel, Kisszeben helytörténésze. A fennmaradt 500 méteres fal ezen szakaszán kezdték meg a munkálatokat. Kisszebennek 1405-ben adományozta Luxemburg Zsigmond a szabad királyi város címet. Akkor kezdték építeni a város falait. Elsősorban védelmi funkciójuk volt. Eredetileg 1400 méter hosszú, helyenként 5 méter magas védőrendszert alakítottak ki. Ebből szinte az egész déli rész 500 méter maradt fenn, illetve 7 bástya, ebből 2 még a múlt század 80-as éveiben fel volt újítva. A bástyák jelentősége a 19. századtól csökkent, mert elveszítették védelmi funkciójukat, és gazdasági, raktári célra kezdték használni azokat. Ma már romos állapotban van az egykori védőrendszer, de a rekonstrukció után felújítjuk a céhek hagyományát is, hogy visszahozzuk a középkori hangulatot a városba, mondja a helytörténész. Miután a védőrendszer elveszítette eredeti funkcióját, hanyatlásnak indult. Állaga megrongálódott, több helyen beolvasztották az új épületekbe, egyes részei magántulajdonba kerültek, a fal északkeleti szakaszát teljesen lebontották. Annak helyén néhány éve egy jelképes kőfalat emeltek, a régészeti feltárások által alátámasztott eredeti fal mentén. Az EU-s projektnek köszönhetően a mostani rekonstrukcióra mintegy 860 ezer eurót kapott a város. Korábban ezek a városfalak nem voltak felújítva. Egyrészt hasznos, hogy rossz technikai állapotban vannak, lepusztultak, mivel így van történelmi mondani valójuk, hisz semmilyen újkori beavatkozás nem történt. De most már valóban megérdemlik a felújítást. Részleges felújításról van szó, főleg a bástyák esetében. A lényeg az, hogy megakadályozzuk a falak és a bástyák pusztulását. A rossz statikai állapotban lévő részeket javítjuk meg, tehát a cél rekonstruálni és konzerválni ezeket a falakat, mondja a polgármester. Az építkezési munkálatok 2022. februárjáig tartanak. A felújítást az Eperjesi Műemlékvédelmi Hivatal régészeti feltárása előzte meg. A projekt dokumentáció ennek alapján készült el. A felújításnál figyelembe kell venni, hogy a fal hiteles maradjon az eredetihez. A legfontosabb, hogy megmaradjon az állaga, tehát az, hogy egykor a bástyákkal együtt védte a várost. Ezek a feltételei annak, hogy üzleti célra és az idegenforgalom terén legyenek kihasználva a jövőben, mondja a régész. Kisszeben a 15. században élte virágkorát. Ebben az időben Kassa, Eperjes, Lőcse és Bártfa mellett Magyarország legfontosabb északkeleti városai közé tartozott. Egyelőre a turisták csak átutazóban látogatják Csontvári Kosztka Tivadar festőművész szülővárosát, melynek idegenforgalmát jelentősen fellendítheti a város védműveinek felújítása. Az online oktatás eredményességéről számoltak be az Oromhegyesi iskola illetékesei. Mint mondják, a tanári munkát megkönnyítették a tavalyi évben elkészített videóanyagok. Azonban az, hogy az online oktatás milyen buktatókkal és előnyökkel jár, a próba érettségi tesztjeinek javítása után derül ki. Az elmúlt hónapokban az online oktatás terén sikerült egy jól működő rendszert kialakítani, mondta el Hóli Tóth Ugyonka Erika. Az Oromhegyesi Általános Iskola tanára hozzátette, ennek ellenére az iskolában való jelenlétet tartja az oktatás egyik alappillérének.
Ki van építve egy rendszer, egy jó kiépített rendszer, és akkor rugalmasan tudunk ide-oda ugrálni. Ha a helyzet úgy hozza, akkor folytatjuk a Google tanteremben, de hogyha vissza tudunk térni, tehát a legjobb és a legbiztonságos, és mindenkinek a legjobb szülőnek, diáknak, tanárnak is, ha az iskolában zajlik az oktatás. A tanárok munkáját nagy részben megkönnyítették az online oktatást elősegítő videóanyagok is. Ez nem volt újdonság a diákok számára se, és a tanárok számára se, mire a tavalyi évben már folyt ez az oktatási forma. A Magyar Nemzeti Tanács úgy tudta segíteni ezt az oktatást, hogy nagyszámú videóanyagot vett föl olyan tanárokkal, akik aktívan tanítanak az iskolákban, és szaktanárok, tehát saját tantárgyaikat adták elő. Az Oromhegyesi Általános Iskola tanulói már megírták a próba kísérettségit. Vajda Attila, az Arany János Általános Iskola igazgatója szerint a tesztek javítását követően derült ki, hogy az online oktatás milyen buktatókkal és előnyökkel jár. Az az érdekessége ennek a tesztnek, hogy ez ugyanaz a teszt volt, mint amit a tavalyi évben a nyolcadikosok kitöltöttek, és ugye ezt újra nyomtatták, és a gyerekek ezt most itt megvalósították, tehát lesz egy összehasonlítási alap a tavalyi évhez viszonyítva. Ugyanis tavaly már ugyanebben az időszakban a gyerekek szintén távoktatásban voltak, csak akkor egész júniusig tartott ez a távoktatás. Az oromhegyesi tanárok bíznak benne, hogy az online oktatás sikeres volt, amit majd a próba kísérettségig eredményei is bizonyítani tudnak. Egyre több sikert ér el az Erdély Magyar Nemzeti Tanács kereskedelmi kétnyelvűség népszerűsítésére indított akciója. A 2019-ben indított kampány kétnyelvűség a kereskedelemben elnevezési akciót most nyílt felhívással folytatják. Lassan két éve indította el a kétnyelvűséget a kereskedelemben akciót az Erdély Magyar Nemzeti Tanács. Az akció főként a multinacionális cégek, hazai és külföldi vállalatok kisebb-nagyobb székelyföldi, erdélyboltok megszólítására fókuszál, annak érdekében, hogy a román feliratok tájékoztató táblák mellett ezeket magyar nyelven is jelenítsék meg, mondta el a Marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Sándor Krisztina, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke. Egy olyan folyamatos tevékenységről van szó, ami úgy gondolom hiánypótló volt az elmúlt évtizedekben Erdélyben, mert hogy rá voltunk sokáig arra, hát kényszerítve, vagy inkább arra összpontosítottunk mi is, hogy főleg a nyelvtörvény rendelkezései nyomán a közintézmények, az állami intézmények kétnyelvűségére figyeljünk oda. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az új üzletek megnyitásával egyre inkább tetten érhető a magyar nyelv háttérbe szorulása. Ennek értelmében nyílt felhívást hirdettek, amely által bárki bekapcsolódhat az akcióba. Arra kérik a lakókat, kísérjék figyelemmel, lehetőség szerint fotózzák is le, hogy a lakóhelyükön levő üzletekben, vállalatoknál milyen mértékben használják a magyar nyelvet a román mellett. A képeket pedig el lehet küldeni a kétnyelvűséget a kereskedelemben elnevezésű Facebook oldalnak, vagy az erre a célra létrehozott e-mail címre, amelyet névvel, akár név nélkül tesznek közzé. Lényeg az, hogy szeretnénk, hogy a Székelyföldön ne visszaszorulna, hanem még inkább teret nyerne a kereskedelmi szférában is a magyar nyelv, és az a tapasztalatunk, megszólítva több multinacionális céget, vállalatot, hogy megvan a nyitottság erre, és készséggel eleget tesznek az igényünknek, hogyha egyáltalán felmerül bennünk az igény, és jelezzük, hogy kérjük, hogy kétnyelvűsítsék a felirataikat. Egyelőre ezen a területen még nincs semmilyen törvényi szabályozás, ezért fontosnak tartják, hogy minél több céget felszólítsanak a magyar nyelv használatra. Az esetek többségében pedig nyitottságot és együttműködést tapasztaltak az érintett cégek vezetőitől. Az akció célja, hogy mind a kereskedelmi szereplők, mind a magyar közösség jobban figyeljen oda a kétnyelvű feliratok népszerűsítésére és használatára. Mintegy 30 személy vett részt az önkéntes véradási akció Magyar Kanizsán. Az illetékesek szerint vére mindig szükség van, így arra kérik a helyieket, hogy a következőkben is vegyenek részt a szervezett önkéntes akción. Többen is várakoztak véradásra szerdán a Magyar Kanizsai Knesa Omi épületében. Erdélyi Tóth Edit 10. alkalommal adott vért. Mint ahogy a Vörös Kereszt is mondja, hogy aki vért ad, az életet ment, ugye? Én fontosnak tartom, hogy aki rászorul, ha én ezzel segíthetek, hozzájárulhatok valakinek az élete javulásához, jobbátételéhez, akkor úgy gondolom, hogy akkor teszek is ezért.
A véradóknak, amennyiben felvették már a koronavírus elleni védőoltást, magukkal kellett vinniük az arról szóló igazolást. Akik a Pfizer vagy a kínai Sinopharm oltóanyagát kapták meg, türelmi idő nélkül is adhattak vért. Az AstraZeneca, illetve a Sputnik esetében viszont 2 hetet várniuk kellett a véradóknak. Véradókra mindig szükség van, hiszen fontos az, hogy a vér várja a betegeket a kórházban, ne a betegnek kelljen várni a vérre. Mi a Szabadkai Vérellátó Szolgálattal dolgozunk együtt. Ők nem jeleztek felénk, hogy bármilyen szükségük is lenne erre. Véradásaink terv szerint mennek és várjuk a véradókat. A Magyar-Kanizsai Vöröskereszt a következő véradási akciót április 20-án és 27-én szervezi majd meg a helyi Knesa Omi épületében, ahol reggel 8 és 10 óra között várják az önkéntes véradókat. Márai Sándor emlékét megőrizte Kassa és a kassaiak is. A Magyar Költészet napja és egyben Márai Sándor születésének 121. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést az író szülővárosában, Kassán. A Magyar Költészet napja és egyben Márai Sándor születésének 121. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést az író szülővárosában, Kassán. Márai Sándor az ízig-vérig lokálpatrióta, önkéntes száműzetésében is egészen haláláig kassai polgár, példaként szolgálhat az iskolaválasztás előtt álló szülők számára, hangoztatta Hetei Ágota Magyarország kassai főkonzulja a rendezvényen. Hozzátette, a magyar nyelv és a polgári élet apróságai egy egészként adták meg Márai számára azt a szilárd alapot, amely kiindulási pontként szolgálhatott termékeny írói pályáján. A világhírű magyar író és kassai polgár Márai Sándor egészen biztos, hogy tökéletes példa kell legyen a magyar szülők számára, hiszen egész életében a magyar anyanyelvre hagyatkozva dolgozott, úgy adta át gondolatait és vált világhírűvé. Most, amikor iskolaválasztáson gondolkozunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogyha magyar iskolába küldjük a gyerekeinket, ugyanolyan szilárd pontot tudunk adni számukra, mint amilyen Kassa volt Márai számára. Jaroszlav Polacek főpolgármester kiemelte, az író azzal tett a legtöbbet szülővárosáért, hogy írt róla, és ezzel látogatókat vonzott Kassára. A kassaiak számára ő egy meghatározó személyiség. A történelmünk pedig összefonódik. Az idősebb kassaiak és magyarok, de a jelen is úgy összefonódik Kassával és a magyarokkal, hogy egyszerűen nem merülhet feledésbe a történelem. Én erre szívesen emlékeztetek, mivel ebben a városban élek és szeretem ezt a várost. Márai Sándor hatalmas műveket írt, és megtanította az embereket arra, hogy Kassára látogassanak, és ez hasznos számunkra, mondja a főpolgármester. Nincs más haza, csak az anyanyelv, írja Márai naplójában. Ötvös Anna történész az idézet üzenetét hangsúlyozva rámutatott arra, hogy az író számára az anyanyelv maradt a biztos kapcsolódás a kultúrához, a történelemhez, a hagyományokhoz, a nemzethez, a hazához és a szülővárosához, Kassához is, ahol gyermekkorát töltötte. Többször is leírta több művében is, hogy az életében meghatározó volt a gyermekkora, és mivel egész hosszú életét idegenben élte le, ezért egyetlen kapaszkodó maradt számára, és az az anyanyelve volt, a magyar nyelv. A 21. században is fogyóban vagyunk, fogy a nemzetünk, és hogyha tudatosítjuk azt, hogy a magyar nyelv összeköt bennünket, és ez a nyelv, amin gondolkodunk és kifejezzük magunkat, ez milyen értékes és milyen mulandó a világ, ez szerintem mindenkinek értéket közvetít. Márai Sándor emlékét megőrizte Kassa és a kassaiak is. Az óvárosban szobrot állítottak a tiszteletére, teret neveztek el róla, és 2019-ben a magyar kormány támogatásának köszönhetően megvásárolt házban, ahol gyermekkorát töltötte, megnyílt az író életét és műveit bemutató állandó emlékkiállítás. Egésznapos, ingyenes, akkreditált pedagógus továbbképzést tartottak a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központban. A konfliktuskezelés, kommunikáció az oktatásban című fejlesztő tréningen gyakorló általános és középiskolai pedagógusok vettek részt. A résztvevő tanárok nagy érdeklődéssel várták a képzést. Petrás Teodórát az előadó Grezsa Ferenc pszichiáter neve vonzotta, mert már korábban részt vett egy általa vezetett képzésen, amely nagyon hasznos volt számára. Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy tantármi alakban
történik az oktatás, illetve a képzés, és nagy izgalommal jöttem ide, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó lesz. A képzésen gyakorló pedagógusok vettek részt, akiknek a szervezők segítséget kívántak nyújtani a járvány miatt kialakult új helyzetben, amely megváltoztatta az oktatás formáját, a viszonyokat és magát az oktatási hangulatot is. Azt látjuk, hogy az elmúlt egy év, lassan másfél év nagyon sok konfliktusnak a forrása és nézeteltérésnek a forrása volt a kialakult helyzet miatt. Ez a képzés ezt a helyzetet is górcső alá veszi. A műhelymunkaszerű képzésen a résztvevők rövid, téma összefoglaló előadásokat hallhattak, valamint csoportmunkák és különféle játékok révén foglalkoztak a konfliktus kezeléssel. Konfliktusok kapcsán hajlamosak vagyunk csupa negatív dologra gondolni, holott minden egyes konfliktus lehetőség is a kapcsolatoknak a megújítására. A pedagógiában különösen előtérben állhatnak a konfliktusok, hiszen a pedagógia az egy nagyon érdekes hivatásterület, mert a pedagógus nem csak a kollégáival van kapcsolatban, nem csak a diákjaival van kapcsolatban, hanem a szüleikkel is, és azzal a közösséggel is, ahol maga az iskola működik. A szakember szerint az online tanulás a több otthon töltött idő a diákokat és szüleiket is megterheli, ami hatással van a tanárral való kapcsolatukra is. Az áprilisi fagyok jelentős kárt okoztak a kajszi és őszi barack ültetvényeken felvidéken. A részletek következnek. Óvatos becsléssel is jelentős a kár a kajszi és őszi barack ültetvényeken. Az északibb, hűvösebb területeken még csak a napokban indult meg a virágzás, de így is 30-50%-os kieséssel számolnak a gömöri gazdák. A délebre fekvő gyümölcsösökben 70-80%-os veszteséggel is számolnak a csonthéjasoknál. Ebben az alsóvályi 30 hektáros gyümölcsösben több napon keresztül különféle módszerekkel védekeznek a hajnali fagyok ellen. Tóth Ferenc kertészmérnök az enyhébb lehűlés esetében ködösítést használ. A vízhez glicerin keverődik, és ez egy rakétamotorban égetődik el, és így keletkezik az a köd vagy sűrű füst, ami aztán nem hagyja hideg levegőt leszállni a falhoz. Ez legfeljebb mínusz 420 fokig tud védelmet nyújtani. Az erősebb fagy esetén tüzelnek vagy viaszgyertyákat használnak. A védekezés egy éjszaka hektáronként akár 6000 euró többletköltséget is jelenthet. A fokozatos virágzásnak köszönhetően nem okozott tetemes és teljes veszteségeket az áprilisi lehűlés. Azok a nagy fagyok, amik húsvét szombatján, majd következő héten, kedden, csütörtökön voltak, azokat a virágokat, amik ki voltak nyílva, azokat a virágokat tulajdonképpen 100%-ban megsemmisítette. Ott nem csak a bibe meg a porzók, hanem ott komplet minden le van fagyva, és ez hamarosan le fog hullni, mert az a vékony kis tartó szalra, ami megvan a virágnak, az is elfagyott, úgyhogy az le fog peregni. De azok, amik megmaradtak, amik szépen virítanak, és láncik a kehelevelek, nagyon szép fehérek még most is, azokon nagy valószínűség szerint, ha még valami nem jön közbe, ott meg fog maradni a termés, és azzal tudunk számolni. Na még azokkal a virágokkal természetesen, amik nincsenek kinyílva. A múlt héten jó virágporhordás volt, már nincs. Úgy néz ki, hogy egész héten nem lesz, mert esőt jeleznek. A méhészek is rossz évnek néznek elébe, hisz az akácvirág jelentős része lefagyott. A kártétel ebben a dereski méhészetben is tapasztalható. A kora áprilisi fagyok minket, méhészeket is érintettek. Sajnos az akác 10-12-15 méter magasságig elfagyott. Elsősorban ott, ahol ugye megpattant a rügy, bízunk benne, hogy azért még lesz valami, de sajnos elég pessimistán nézünk az idei év elé is. A gazdák nem számolhatnak teljes állami kártérítéssel. A bebiztosított gyümölcsösök esetében is csak a károk 50%-át téríti a biztosító. Az előrejelzések szerint a következő napokban újabb jelentős lehűlésre kell számítani, ez pedig újabb veszteségeket okozhat a virágzó fáknál. Fásítási akció tartottak a szabadkai Iván Sárics műszaki középiskolában. Az intézmény udvarában fehér akác facsemetéket ültettek el. Az akció keretében 30 facsemetét ültettek el a szabadkai középiskola udvarában.
A csemetéket az intézmény diákparlamentjének tagjai helyezték a földbe. Az akciónak az elsődleges célja, hogy a kortársainknak, illetve a tanulóknak felhívjuk a figyelmét a környezetvédelem fontosságára, és nagyon örülünk annak, hogy a diákparlament képviselőink kívül vannak más tanulók is, akik önkéntesen jelentkeztek, hogy részt vegyenek a mai akción. A fásítás egy projekt részeként valósult meg. Az akció a Német Társaság a nemzetközi együttműködésért kezdeményezésére jött létre, a német fél és az Oktatási Minisztérium együttműködéseként. Egy nagyobb méretű projekt részeként valósul meg ez az akció. Mi, mint iskola, szerettünk volna részt venni benne, rajtunk kívül két szerb iskola is részt vesz még az akcióban. Az igazgató hozzátette, szeretnék a gyerekek figyelmét felhívni a környezetvédelemre, a környezet megóvására sarkalni őket. Tovább folytatódik az óvodafejlesztési program a Felvidéken. Ennek keretén belül Magyarország kormánya 2016-ban kereste meg a szlovákiai református keresztény egyház vezetését azzal a céllal, hogy minden magyar gyermek számára biztosítani szeretné, hogy magyar oktatási intézménybe járhasson. Tovább folytatódik az óvodafejlesztési program a Felvidéken. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül Magyarország kormánya 2016-ban kereste meg a szlovákiai református keresztjén egyház vezetését azzal a céllal, hogy minden magyar gyermek számára biztosítani szeretné, hogy magyar oktatási intézménybe járhasson. Mivel több településről is jelezték, hogy a magyar óvodai helyek száma jelentősen elmarad az igényektől, a református egyház kész volt aktívan bekapcsolódni az óvodai helyek kialakításába és megőrzésébe. Az eredeti terveink szerint két hullámba összesen 20 intézménnyel számoltunk, de ahogy folytak az előkészítési és tervezési munkálatok, akkor kiderült, hogy abból a támogatásból, amit mi pályáztunk, 24 helyszínen tudunk megvalósítani óvodai és bölcsödei, vagy pedig bölcsödei beruházást. 2017-ben kezdődtek a tervezési munkálatok, és voltak olyan helyszínek, ahol már el is indult az építkezés 2017 második felébe, tehát a telekvásárlás, ingatlanvásárlás. Minden egyes helyszínen az egyházközség be lett vonva, mint közreműködő szerv, és ők döntöttek bizonyos kérdésekbe. Ezért minden egyes helyszín a maga ütemében tudta végezni ezeket a munkálatokat. Volt olyan helyszín, ahol még a tervezés folyt 2018-ban, volt olyan helyszín, ahol már a beruházást. Jelenleg a 24 helyszínből 12 helyszínen az építési munka már befejeződött, és az oda tervezett intézmények belettek sorolva az oktatási, illetve a szociális intézmények hálózatába. Tehát a 24-ből 12 helyszínen már működőképes intézményeink vannak. Nagyon sok helyen már gyermekekkel teltek meg ezek a intézmények. A 11 helyszínen állunk úgy, hogy ez évben vagy befejeződtek már az építési munkálatok, vagy ez év végéig be fogjuk fejezni azokat, és a besorolástól függően megkezdhetik az intézmények a működésüket, és egyetlen egy helyszínünk van Dunaszerdahely, ahol az engedélyeztetési folyamat az elmúlt napokban ért véget, jelenleg a kivitelező kiválasztása folyik, és ha minden igaz, akkor itt az építési munkálatok elhúzódnak a következő év tavaszáig. Az elmúlt napokban kaptuk a hírt Magyarország kormányától, hogy negyedik ütemet tervez az óvoda fejlesztési program keretén belül. Itt is van két pályázatunk a Felvidéki Református Egyháznak. Nem szeretném elárulni, hogy melyek ezek a helyszínek, mivel előkészítés stádiumában vannak, de reménység szerint újabb két helyszínnel bővülhetne az óvodai hálózatunk a közeli jövőbe. És hát titkon reménykedünk abban, hogy valamikor iskolafejlesztési program is indul hasonló keretek között, de jelenleg ez az ima témáink kategóriájába tartozik. Magyarország kormánya 3 ütemben 7 milliárd 76 millió forinttal, azaz több mint 20 millió euró támogatásban részesítette a felvidéki óvodafejlesztést.
Molnár Sándor zsinati főtanácsos, a Rimaszombati Református Egyházközség lelkipásztora a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a felvidéki református magyar óvoda és bölcsőrendszer megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként az idén a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is itt, a magyar világban. A viszontlátásra!